Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket itt a vasárnap estén. Ebben az évben még sose volt ekkora késés, de hát a szükség nagy úr, úgyhogy megjött a család minden része. Úgyhogy azt hiszem el is kezdődhetne a koncert, csak hogy 9-ig be kell fejezni az alkalmat, úgyhogy egyik részből se legyen olyan nagy levágás. Úgyhogy gyertek föl a színpadra. Pár információ amúgy, hogy a stew angolul azt jelenti, hogy pörkölt, amit én így utána néztem, de azt tudom, hogy a 33 meg a Jézussal kapcsolatos, hogy addig élt, ugye? Arra volt így utalás. Az Amnestia zenekar amúgy 2008 körül itt volt a vasárnap estén, és akkor találkozhatatok először Istvánnal, és szokásához szívem mezitláb. Úgyhogy fogadjátok nagy tapssal és sok szeretettel a Stew 33-at. Szikrázó fény, táncol a víztükrén, játszik velünk az élet, keresünk őszintén, halkan remegő láng, ellobban, mint a füst elszáll. Gyorsan lépnünk kell, megtalálni, amit a szív felel. Szívem hoz fényt, gyújts fel a szívem, hoz fényt, gyújts fel a szívem, hoz fényt, gyújts fel a szívem. Várok lehúny szemmel, körülöttem annyi ember tévedt el, a szívemben már messze járok, én is azt keresem, amit mások, remélem benned Jewish fantasy.
boríts el, boríts el, boríts el. Lenne egy kérésem. Ezt kéne énekelni a hölgyeknek, jó? Mondom, jó? Benne vagytok? Na, ne legyen ilyen karcsú. Benne vagytok? Jó. Tehát ezt kéne a nem is a férfiaknak kéne ezt énekelni, jó? Gyújts fel a szívem, hozz fényt, gyújts fel a szívem. Gyertek velem, jó? Hozz fényt, gyújts fel a szívem. Srácok, tökösen. Hozz fényt, gyújts fel a szívem. Gyerünk, gyerünk, halljam. Fényt, gyújts fel a szívem. Hozz fényt, gyújts fel a szívem. Most csak ti jó férfiak, halljam. Jó, most a hölgyek, jó? Hozz fényt, gyújts fel a szívem. Hozz fényt, gyújts fel a szívem. Menni fog? Halljam, csajok. Hozz, gyújts fel a szívem. Hozz. Tök jók vagytok. Jó, most a férfiak, figyelj. Hozz fényt, gyújts fel a szívem. Hozz fényt, gyújts fel a szívem. Most a csajok. Most együtt, jó? Férfiak, nő! Tökéletes volt. Köszi szépen a közreműködést. Kényelmes ülni? Akkor állj föl. Nagyon szépen köszönöm. Where I come down,
have a story written by us. This is a way of new style. You'll always be down in beat of my heart. You'll always be down in beat of my heart. Köszönjük! Round. Even if you see just black or black, the blue sky. Between
jump in an eager beaver, nice and clever, boring player. It's up to you, it's up to you. Köszönjük! Röviden, mit behangolnak a srácok, ez a dal pontosan arról szólt, hogy próbálj meg ne középszerű lenni. És próbálj meg úgy az életedet, hogy élni, hogy ne süllyedj be a középszerűségbe. Keresd olyan dolgokat magadnak, kihívásokat, amitől úgy érzed, hogy különlegessé tudsz válni. Oké? Okay? Jól vagytok? Gyerekek, ez nagyon karcsú. Jól vagytok? Ne. Jól vagytok? Na, még egyszer. Jól vagytok? Jó, jobb lesz ez.
A következő dal eredetileg egy duett, amit most egy kicsit átvariáltunk. De röviden a lényege az az, hogy ez a virág iszonyú üres, és nagyon sok mindent elvesz. És az emberek iszonyú nagy arcok. És ugyanakkor meg mindent megtesznek a boldogság morzsáért, hogy képesek legyenek birtokolni a boldogságnak bármelyik forrását. Több-kevesebb sikerrel. Nagyon szépen köszönjük! Oké, és ebben a hangos felállás most az utolsó dal, ez a Time névre hallgat. És tényleg csak röviden, hogy miről szól. Csupán annyiról, hogy az idő az nagy úr. Az idő az pénz, az idő az élet. És
Az ember, amíg, tehát nagyon sok mindent elveszít az idő alatt. Tehát ha megnézed, végignézed a gyerekkorodat, akkor tele van álmokkal, ilyen csodáknak a várásaival, és ahogy felnősz, ez egyre többen tűnnek el az életedből. És idővel nagyon, tehát elhalnak ezek benned. És nem csak ezek halnak el benned, hanem eltűnnek egyes emberek az életedből. És erről szól, az idő múlásáról szól az utolsó. Szépen köszönjük!
Még egyszer adjunk egy nagyon nagy tapsot Stewéknak. Ugye most nem lesz vége, csak én értettem félre. Nem, igen, nem lesz vége. Jaj, nagyon jó. Akkor a villany leó, és akkor mehetünk tovább. Pillanat. Peti, szól ki fel? Jó. Menjél. Jó, jó lesz. Nagyon szépen köszönjük.
Listen to me. I could stand up for you when you should be better. Don't be afraid to choose. Hear me, you come to be near me, to be more like you and be less like me. It's inner than my mind. From depths away now. You can give me life. Keep mirror in front of me. Take this emptiness from me. Can't give me life. Replace this fear. I want to rise. You have the answer. Can't break me down. Lift me. I've become so alive. Trying not to break under the lies. Someday lose my chance. My time's running out. Trying not to break under the lies. Someday lose my chance. I know what's right. I can't feel it now. Következő dal. Az emberi kapcsolatokról és a szerelemről szól. Konkrétan az a cím, hogy Kill Me, Save Me, mert a jókor jött szerelem esetleg képes megmenteni az embert, viszont a rossz szerelem az képes megölni. Yeah.
when gray clouds flood on the sky. Now is the time to fire, have to say goodbye. When hearts are cold and home is dark, I call the wind and leave me high where I can leave behind. Kill me, you kill me, if let loose my hand, I'm just a man. Save me, you save me, I live on the edge. Hold me till the calling me. At break of day, just you and me. I hear your voice. It's calling me. At break of day, just you and me. Ezt a szerelemben szenvedőknek küldtem. És akkor az utolsó előtti. Ez viszont eljátszom kújból azt a dalt eredeti formájában. Ez a Make Me Better. És ehhez egy csodálatos hölgyet szeretnék felinvitálni a színpadra. Hölgyeim és uraim, Mészáros Gyöngyvirág.
just appearance. Shit, I'm drinking my beer, blind to see the light. All of us need angels. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Igazán nagy tisztesség és számunkra, illetve nekem, hogy itt lehettem. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mielőtt elbúcsúznék, itt az alkalom megköszönje Tallér Bandi barátomnak, hogy lehetővé tette, illetve Szilárdnak, hogy itt lettem, nem utolsó sorban Péternek és Illésnek, akik a technikusok. Gyerekek, figyeljetek! Ez a tapsa tiétek, megérdemlitek. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Ez volt a Stu 33, a doboknál Szenoraszki Péter. A basszusgitárnál Komárony Kornél. Cellónál ez a gyönyörű hölgy, Gészi Teodóra. Az aljas, aki ott ül, Nemesegyi Barnabás. És köszönjük szépen még egyszer Mészáros Gyöngy Virágnak. További kellemes estét mindenkinek. Akkor most tutira vége? Ja, nem. Nem. Jó, most jön az elektronikus rész, ugye? Hát akkor sok szeretettel köszöntelek titeket itt a vasárnap estén. Is there anyone who need translation? You can pick up radios in the corner.
És azokat is köszöntjük, akik az internet előtt vannak és néznek minket. Mindig van egy jó száz ember, aki onnan követi a vasárnap estét. Pár bejelentést elmondanék nektek, és aztán folytatódik az este. A Thalér Bandi fog a végén dicsőíteni, úgyhogy még a végén is lesz egy pici zenem. Van itt kint egy kávézó, ami a vasárnap ideje alatt mindig nyitva van, és vehettek ott mindenféle finomságot. Oda keresnek szolgálókat, hogyha úgy gondolod, hogy te szeretnél a vasárnap este ideje alatt szolgálni a kávézóban, akkor az alkalom után az infópultnál tudsz oda jelentkezni, illetve most is bejelenteném a Jákim stúdiót, nem tudom, hogy... De ki van vetítve? Igen. Ők egy keresztény színház. Azt hiszem, hogy az evangelizációnak az egyik legjobb formája, hogyha vagy valakinek szeretnél beszélni Istenről, de nem hajlandó eljönni egy gyülekezetbe, akkor elvinni egy darabot megnézni. Most például a Jól van apjuk mesefeldolgozás látható, meg a Stand By Me. Ez van március 1-i dátum van? Igen. Hát minden információt ott fönn találtok, úgyhogy ezt merem nagyon ajánlani nektek, hogy ezt használjátok ki, hogy egy ilyen darabot megnézzetek valami ismerőssel. És most Galambos Andris fog következni, őt mindig evangelizációs alkalmokra hívtuk meg, és most az először, amikor nem tudjuk, hogy mit fog tanítani, mert rábíztuk. Úgyhogy vagytok itt Budafokról, akik a... Laco, egyből. Igen. Amúgy a te nevedre is tudtam volna egy vicceset kitalálni, de nem fogom ezt elmondani, hogy a Hellinger... Sejted? Jó, úgyhogy fogadjuk nagy tapsal Galambos Andrist. Nem csak, hogy sejtem, tudom. Az egész általános iskolai éveimet ez a név határozta meg, de nem fogom elmondani, találjátok ki a Galambosból, mit lehet kihozni. Oké. Na, hát nagyon örülök, hogy ez a zenekar volt előttem, vagyis hát a tanítás vagy biztatás előtt, nem előttem, hanem ott az Isten akar ma mondani. Nagyképpen lenne, csak azt mondom, hogy előttem. Nem én számítok ma, hanem az, hogy mi az, amit az Isten akar nektek mondani. És igazából a dalszövegek már elmondták. Úgyhogy én csak meg fogom ismételni ezt. Nem tudom, hogy követtétek-e, hogy mik voltak a dalokban a mondani való, vagy mi volt az üzenet, de nekem elég sok minden kavargott a fejem, miközben hallottam ezt a csodálatos produkciót. Többek között az, hogy megjelent itt feelingbe a Muse, a Coldplay, a Mumford & Sons, mindenki. Nekem nagyon tetszett, ezek nagyon közálló együttesek a szívemhez, úgyhogy nagyon tetszett ez a kis zenei blokk. Na de vágjunk bele, nem mondtam meg, hogy mi a címe a mai biztatásnak, inkább biztatásnak nevezném, mint tanításnak, ugyanis szeretnélek emlékeztetni benneteket ma valamire, amire jó magamat már jó ideje emlékeztetem, és ha egy mondatban össze kellene foglalni azt, hogy mi az, amiről szól a mai este, az, hogy az ember életében a legszörnyűbb dolog az, hogyha felnő. Az ember életében a legszörnyűbb dolog az, hogy elmúlik a gyerekkora, és megszűnik gyereknek lenni, de hozzátenném, hogy az egyik legcsodálatosabb dolog is az, hogy te felnőtt vagy, és megtapasztalod azt az életkort, életszakaszt is, de mégis az egyik legszörnyűbb dolog, hogy elmúlik a gyerekkor az életünkben. Na most általában, hogyha megkérdezik a tanítókat, hogy hát miről érdemes tanítani, és milyen témát érdemes feldobni, amiből az emberek biztos, hogy elmélyülnek, jobban fogják követni az Urat, és közelebb kerülnek az Istenhez, akkor általában mi oda szoktunk rohanni Pál apostolhoz, segítséget kérni, a Pál leveleit vesszük el, a római levél, a teológiai levelek, ugye, mert ha annyira elmélyülünk, akkor már olyan mélyen leszünk, hogy igazán meg tudjuk élni a keresztény életünket, igazán tudjuk követni az Urat. De én nem erről szeretném ma beszélni, hanem egy nagyon egyszerű dologról, és ez a gyermeki hit. A gyermeki lelkület. Mit jelent az Isten előtt gyermeknek lenni? És két igeverset is hadd olvassak föl az elején, amit Jézus mondott. Jézusnak két mondatát, ami igen-igen fontos, hogy megértsük, és igen-igen fontos, hogy megéljük, ne csak megértsük. Az egyik a Márk 10:14-ben van,
így szólt Jézus, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. A végét megismétlem, mert ilyeneké az Isten országa. A másik, Máté 18-ban van, bizony mondom néktek, ha nem tértek meg, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országába. Milyen érdekes, nem? Hogy Jézus hogyan, milyen magasra emeli a gyermekeket, és nem csak a gyermekeket, hanem a gyermeki lelkületet, azt a mi voltot, ami a gyermekeket jellemzi. Na most, hogyha elolvassátok ezt, és akár hívő vagy, akár csak keresed az Urat, vagy nem követed őt még, vagy még hezitálsz, hogy egyáltalán érdemes-e hívőnek lenni, vagy az Úrba időt fektetni, a saját életedet odaadni, akkor is van számodra üzenet, mert az egyik az, amit Jézus akar mondani ebben, hogyha nem leszel olyan, mint egy gyermek, és nem alázod meg magad, és nem ismered el, hogy az Istennek igaza van, és hogy szükséged van az Istenre, ha nem leszel az Isten gyermeke, akkor az Isten nem tud veled mit kezdeni, mert az Isten csak azt akarja, hogy az ő gyermeke legyél. Nem akarja, hogy vallásos legyél, nem akarja azt, hogy csomó dolgot megtanuljál, nem akarja azt, hogy csomó olyan dolgot felvegyél, ami igazán inkább a vallásossághoz hasonlít. Ő azt akarja csak, hogy az ő gyermeke legyél. Ez egy nagyon szép dolog. És ha már hívő vagy, és régóta jársz az Úrral, akkor pedig azt tanulhatod ezekből a mondatokból, hogy a gyermeki hit, ami meg kellett, hogy történjen az életedben, mert különben nem tudtál volna Istenhez jönni, és nem érthetted volna meg az Istent, a gyermeki hit nélkül nem is igazán tudod megélni a keresztény életedet. Nem is tudod átélni, nem is igazán érzed meg, hogy mi az Istennel való járásnak a savaborsa. Na most, ha engem kérdeztek, én gyűlöltem ezt a témát a Bibliába. Én rüheltem, már bocsánat, ezt a szót használom, de tényleg utáltam. És emlékszem, a teológián sokat foglalkoztunk evel, hogy a gyermeki hit, a gyermekek, stb. De én utáltam ezt. Azért, mert én úgy gondoltam a gyermekekre, hogy azok alig-alig tudnak beszélni, ilyen bénák, mindennek neki mennek, aztán nincsen koordinációjuk, sőt, így megfogalmaztam magamba egy ilyen teológiai mélységű kijelentést is, amikor a gyerekek hisztiztek, az volt a kedvencem, mindenkor így hisztizik egy gyerek, hogy ömlik belőlük a bűn. Ugye ez volt, ez, amit így megfogalmaztam, hogy ömlik belőletek a bűn. És át kellett gondolnom ezt, de ez igaz, tehát ha azért nevettünk rajta, mert igaz, hogy tényleg a gyerekek ilyenek, és feltettem magamnak a kérdést, hogy miért kívánja az Isten, hogy én ilyen legyek? Én nem vagyok ilyen, én már felnőttem, nem azért vagyok felnőtt, mert már elhagytam a gyermeki kort, és akkor csináltok, amit akarok, az én kezemben van az életem, kemény vagyok, és élem az életemet, nem? És az Isten pedig azt mondja, ha nem leszek olyan, mint a gyermek, meg se láthatom az Isten országát, sőt, ha nem vagyok olyan, mint a gyermek, nem is érthetem meg, hogy igazából miről szól az Isten országa. Találtam egy idézetet, nem a Bibliában van, de nagyon érdekes, Szilvási Lajos írta, utána néztem, ez egy író, nem tudtam, mindegy, a Google-ba sokszor vannak ilyen, mindegy. Ő azt írja, igazából föltesz egy kérdést, vajon milyen lenne a világ, és milyen felnőttek lennének, ha a gyerekek nem veszítenék el a maguk naív hitét, ami éppen naív voltanál fogva nem ismer korlátokat. Kicsit bonyolultan hangzik, de összefoglalva az, hogy milyen lenne a mai világ, és te, mint felnőtt, milyen lennél, ha nem vesztettük volna el, vagy ha nem veszítjük el a gyermeki hitünket és naivitásunkat. Na most, mi az, ami jellemzi a gyerekeket? Igazából én kiválasztottam három dolgot, amiről szeretnék ma beszélni, és az egyik az, hogy a gyerekek nagyon bátrak. Most is itt láthattuk, hogy előre jöttek, itt rohangáltak, nem érdekli őket, hogy hányan vannak itt, miről van szó, hogy van megrendezve ez a program. Kit érdekel? Ide jön, az kész, nem? Mondtam neki, hogy csápolja, de nem értette. Hát ugye még gyermek, tehát nem értette, hogy ez a hülye felnőtt mit akar tőle. De a gyerekek bátrak. A másik az, hogy őszinték. Annyira szeretem a gyerekekbe azt, hogy őszinték. Azt mondják el, amit gondolnak. Ők nem csomagolják be, mint mi, ugye? Hanem ők őszinték. Sőt, értsd jól, függők. Majd megérted.
a végére, hogy miért mondom ezt. Ők függnek, ők függők. Na most emlékszem, hogy őszintességű eszembe emlékszem a gyerekkoromban. Én nem arra emlékszem, hogy ez megtörtént, hanem a nagymamám mesélte el. Van a szomszédban egy srác, úgy hívják, hogy Misi. Azért legjobb barátom volt, amikor gyerek voltam. Most is jó barátom, de hát ugye már nem vagyunk gyerekek. És a nagymamám mindig mesélte, tehát ahányszor ott volt náluk, elmondta, nevetve, hogy hát a Misi az egy pajzán kis gyerek, az egy ilyen kis lókötő. De miért? És azért, mert emlékszem, amikor nálatok volt, akkor azt mondta, hogy András, neked annyira csúnya nagymamád van. És mondta, hogy én nem emlékszek, de ő mondta, hogy ilyen, na ez ne izzőjön, már hangulatba kerültem, és megkérdeztem, hogy hát hogy mondhatsz ilyet az én nagymamámra. És ő azt mondta, azért csúnya, mert olyan nagy a füle. És igazán ezt meghallgattam százszor gyerekkorom óta, de tényleg a gyerekek ilyenek, hogy hát nagy a füle a nagymamádnak, akkor elmondom. Csúnya. Ez nem igaz, a nagymamám az nagyon szép hölgy volt, és nagyon is volt nagy a füle, csak hát ugye ő volt kicsi. De tényleg így van. Ez általában, tudjátok, bementek a régi tornaterembe, ebbe a kuckóba edzettünk, ez nagyon kicsi. Aztán nagyon érdekes, hogy a gyerekek, ezek így bátrak. Olvasgattam ilyen dolgozatokat, amit gyerekek írtak, és hát ilyen alsó tagozatosak. És amit gondolnak, a dolgozatban leírják. Például nagyon tetszett nekem ez, hogy az egyik gyerek azt írta a történelem dolgozatában, hogy az Egyiptom őslakosai a múmiák voltak. Óriási, nem? Hát egy felnőtt azért végigött, az ugye nem írok le. De leírja. Így gondolja, nem? A múmiák. Hát öregek voltak, csúnyák, be vannak kötve. Biztos ők voltak előbb. Nagyon jó. Aztán van egy ilyen környezetismeret dolgozat, az is nagyon jó. Azt mondja, ez egy gyerek, ez nem csak, hogy bátor, de kreatív. Nekem nagyon tetszik, óriási. Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát. Nagyon jó, nem? Óriási. Ja. Aztán a végén megkérdezték a gyerekeket, hogy mi a jó házasság titka. Az egyik srác azt írta, ilyen 5 éves lehetett. A feleséged mindig dicsérd meg, akkor is olyan ronda, mint egy busz. Tehát ez... Nem értem, hogy mi a lényege, de jó. Szóval, igazából én kedvelem a gyerekeket. Én megszerettem a gyerekeket. Följöttek a második helyre, a kutyák után jönnek rögtön, de tényleg, nagyon szeretem őket, és azért szeretem leginkább, mert ilyen a lelkületük. És hát ugye mi felnőttek, mit szeretnénk? A férfiakról többet tudok mondani, mert én férfi vagyok, ugye szeret, tőzsdézzünk, részvényekbe fektessük be a pénzünket, akkor komolynak látszunk, ugye, és akkor építünk dolgokat, meghódítunk területeket, vagy éppen meghódítunk embereket, családot alapítunk, aztán ugye, ha keresztény vizekre vezünk, akkor lelkivezetők vagyunk, ugye, már megtanultuk a dolgokat, elmondjuk az embereknek, és szeretnénk ilyeneket az életünk, és ezek nem rossz dolgok, és akkor mi van a helyzet a nőkkel? Hát ők meg szerintem szeretnének egy ilyen pasit, vagy nem tudom. De azon nem tudok sokat mondani, de biztos jó anyák, meg szépek akarani, és mind az, amit elsoroltam. De igazából nagyon érdekes az, hogy mi felnőttek, ilyenek akarunk lenni, és ez mind egyetlen egy dolgot üzen, hogy szeretnénk kézben tartani az életünket, nem? Kontrollálni a saját életünket. Azt szeretnénk, hogyha itt lenne a kezünkben minden, mindent mi határoznánk meg, és úgy legyen, ahogy mi akarjuk. De nagyon fontos az, hogy a felnőttkor egyik sokkoló és félelmetes felismerése az, hogy semmi sincs a kezünkben. Semmi. És lehet, hogy most vitatkozol velem, akkor megbeszéljük a végén, elmondom a véleményem, már nem úgy, hanem szavakban, hogy tényleg semmi sincs a kezünkben. Tudjátok miért? Az elmúlt időben nem egy bizonyítékot láttam erre. Például, ha csak visszagondoltok pár évre, hogy hány ember lett földön futó egy válság után. Elveszett a pénz. Ami eddig biztonságot adott, az elveszett. Aztán hallottam egy lelkipásztortól nemrégen, a gyülekezetünkben volt, hogy 7 hónapos terhes volt a felesége, és ott találta magát a kórház előtt, úgy, hogy a felesége is, és a gyermeke is ott maradt. Nem jött ki, mert meghaltak. Aztán most nemrégen hallottam az egyik iskolában, lehet, hogy ismeritek is a történetet, egy srác játékból megfojtotta magát. Hogy éreznek most a szülei? Mit éreznek?
mi van a kezünkben? Mit tudok én befolyásolni, mint felnőtt az életembe? És igazából nem ez a kérdés, hogy mi van a kezünkben, hanem az a kérdés, és ez sokkal fontosabb, hogy kinek a kezében vagyok. Ezt értitek? Kinek a kezében vagyok, és talán még fontosabb az, hogy hogyan vagyok benne ebben a kézben. És hát, ha nem hívő vagy, akkor is tudhatod, vagy ha a Bibliát elolvasod, hogy te is valakinek a kezében vagy, az Isten kezében. Azt csinál veled, amit akar. Nem tudsz semmit csinálni, nem tudod megakadályozni azt, hogyha az Isten akar veled valamit csinálni. Mit tudom én, hogyha azt akarod, hogy villanykörten olyan a fejed helyén, akkor azt meg tudja csinálni. Vannak ilyen furcsaim a témák mostanában, nem ilyen, de ehhez hasonlók. De tényleg bármit meg tud csinálni veled, és ha hívő vagy, akkor ezt már tudod, hogy tényleg az Istennek nem lehet ellenállni. Az ő hatalma, az végtelen. És igazából azt, amit az irányításom alá akarok vonni, az már az ő irányítása alatt van. Az ő kezében van. Nem tudom elvenni tőle. Na most, ez egy kicsit hosszabb bevezető volt, és próbálok sporolni az idővel, nem leszek nagyon hosszú. De van egy kérdés az, hogy mi az, ami megment minket attól, hogy ostoba felnőttek legyünk. Mert én azt gondolom, hogy sokkal több ostoba felnőtt van, mint ostoba gyerek. Már csak azért is, mert sokkal több boldogtalan felnőtt van, mint boldogtalan gyerek. Ezt észrevettétek már? Ez nagyon érdekes. És én leírtam magamnak egy mondatot. Az ostoba felnőtt élettől való megmenekülésünk egyik reménysugara az Isten felé való gyermeki hit. Minél inkább gyerek vagyok Isten előtt, annál inkább tudok felnőtt lenni az életben. Ez egy nagyon érdekes feszültség, nagyon érdekes ellentét. Na most az, hogy gyermeki hitünk legyen, feltétlenül bízzunk, ne legyen félelem bennünk, és hogy függünk az Istent, ez nagyon szép, ez könnyű elmondani innen. Na de megélni már sokkal nehezebb. És higgyetek el, hogyha van olimpiai bajnoka annak, hogy függetlenül akarok élni, és a saját utamat akarom járni, akkor az én vagyok. Tehát én nem úgy akarok most beszélni a következő időben arról, hogy mit jelent gyermeki hittel rendelkezni, mint aki már ezt tökéletesen tudja, hanem igazából most kezdtem el, 37 éves vagyok, és arra jövök rá, hogy el kell kezdenem megtanulni megint gyereknek lenni az Isten előtt. Mert ez így nem megy. Nem megy, hogy felnőttként viselkedek az Isten előtt. Az Isten előtt csak gyermekként lehet viselkedni, és az olyan hatással lesz rám, úgy változtat meg, hogy sokkal erősebb, sokkal stabilabb, és sokkal hitelesebb is leszek. Szeretnék három történetet kiemelni a Bibliából. Lehet, hogy nem lesz csak, lehet, hogy csak kettő lesz, mert az idő elfogy, de megpróbáljuk, jó? Az első történet a függésről szól. Mit jelent függni az Istentől? Mit jelent gyermeki hittel függni az Istentől? És ennek a történetnek a főhőse egy erősen idősödő ember, aki rengeteg csodát látott már az életében, sőt, nem csak, hogy rengeteg csodát látott, de rengeteg csodát is tett. Sőt, a személyes véleményem az, és akkor ez elég durva lesz, hogy ő a Bibliában a második olyan személy, aki a legnagyobb dolgokat csinálta. Jézus az első, és utána jön ő, ami a legnagyobb hatással volt, a legnagyobb csodákat tette, és gyakorlatilag a legközelebb volt az Istenhez, és ez nem más, mint Mózes. És szeretném, hogyha becsatlakoznánk az ő életébe, 2 Mózes 33:12, amit meg fogunk nézni, vagy onnan. Ha tudod, ha akarod követni, kövesd, én eléggé csapongani fogok, mert mindenfelől kiemelem a részeket, és azt próbálom, hogy megértsétek, hogy ebben a részben Mózes hogy volt gyermek. Na most érdekes az, hogy az ember, ez egy eléggé kemény fickó volt, együtt és agyon csapott egy egyiptomit, elmenekült Egyiptomból, ugye? Aztán jó sokáig ott egy pusztába kalandozott, megnősült, aztán Isten elhívta, és azt mondta, figyelj, te Mózes, gyere vissza, és visszaviszlek én, hogy te hozd ki a népemet. És ugye tudjuk azt, hogy visszament, megküzdött a zsidókkal, aztán megküzdött a fáraóval, 10 csapás, óriási csodák, aztán ez még, az még nem is elég, elment a vörös tenger széléig, Isten ketté nyitotta a tengert, elkezdtek vándorolni, az Isten csodákat tett,
éhezett a nép, enni adott, nem volt víz, kősziklából fakasztott vizet, az is egy érdekes dolog. Aztán fölment a Sínaira, találkozott szemtől szembe Istennel, Isten ott elmondta neki, hogy mit kell csinálni a népnek, mik a törvények. Lejön Mózes a hegyről, és azt találja, hogy ez a nép ez teljesen elhagyta az urat, és elkezdtek más Istent imádni, ugye Áron azt mondta, hát összehozták az aranyat, bedobtam a tűzbe, azt ez lett a bor lett belőle, ugye? Ez nagyon érdekes, és egy külön prédikációt megérne, de hogy az Isten népe elhagyta az Istent, és Mózes kiakad, Isten még jobban, és azt mondja Isten, hogy figyelj Mózes, eltöröm ezt a népet, és belőled hozok egy új népet, majd a te utódaid, és akkor újra kezdjük ezt az egészet, és Mózes elkezd könyörögni az Istenet, hogy hát ez a te néped, ilyen lelki kovintont ad az Úrnak, ugye, hát figyelj, emlékszel, ez a te néped, nekem mondtad, én emlékszek, aztán mi van veled, hogy ugye akkor neked kell, hogy vezesd, és azt mondja Isten, jó, akkor nem pusztítom el, de akkor egy angyal fog menni előttük. És azt mondja Mózes, ne viccelj már, hát egy angyal, hát ez milyen tré, hát eddig te jöttél velünk, akkor most egy angyal. És nagyon érdekes, hogy Mózes mond egy nagyon fontos dolgot, ami sokkal több van abban, mint hogy csak az Isten előtt kér valamit. Azt mondja, ha valóban jó indulattal vagy irántam, akkor taníts engem útjaidra, hogy igazán megismerjelek téged, és még inkább elnyerjem a jó indulatodat és tetszésedet. És utána az Úr azt mondja, hogy így fele, hogy megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta, figyelj, ez óriási, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a földszínén. Nagyon érdekes ez, hogy egy ilyen kaliberű ember, ilyen idősen, ennyi tapasztalattal, ennyi sok mindent megélve azért, és ennyi csodát téve, nem akarja lehozni az életét rutinból. Nem elégszik meg azzal, hogy hát figyelj Isten, nem jössz, hogy majd én elvezetem őket. Tudom, merre kell menni, hát arra van Kánaán, ez csak oda jutunk, nem? Most már annyi tréningen vettem részt, hogy gyakorlatilag menni fog. Nem, ő azt, és amikor azt mondja Isten, hogy figyelj, angyalt adok. Nem, angyal sem kell, te kell lesz. És nem csak, hogy te, a te orcád. Ez egy nagyon szép kép. Mert el tudom képzelni, hogy a gyereknek mire van szükség, amikor bajban van. Ugye odafut az apjához, akkor nem rugunk be egyet, menj már innen, tudod, és akkor itt terelgetjük, hanem fölemeljük, és belenézzünk az arcába. Minden rendben van, ugye? Megnyugszik a gyerek. És Mózes, nagyon érdekes, ahogy én ezt olvasom, lehet, hogy neked nem jön ki, de én ezt érzem ebből, hogy mint Mózes, mint egy gyerek van az Isten előtt, és a te orcádra vágyom. És Isten érdekes, hogy nem azt kérdezi, hogy hát akkor menni fog Mózes, ha jövök veled, hanem azt, hogy megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek. És azt mondja Mózes, hogy ha te nem jössz, ha te, az orcád nem jön, akkor mi nem akarunk sehova menni. És mint egy gyerek, nem? Hogy Istenem, hát ha nincs velem a te jelenléted, ha nincs itt a te személyed, akkor nem is akarok sehova menni. És akkor pluszba, nagyon érdekes a 18. versben, meg egy ilyen bónuszt kér Mózes, azt mondja, hogy kérlek, mutasd meg nekem dicsőségedet. Isten megír, oké, akkor veletek megyek, megy az én orcám, és akkor Mózes egy pluszban, hát akkor létszik, mutasd meg a dicsőségedet. Mint egy gyerek, nem? Muti már, mutasd meg. Annyira jó lenne még egyszer látni. Hányszor látta már? Látta, de még egyszer akarja látni. És ez nagyon érdekes. És mostanában... amikor az apukámmal beszélgetek, akkor így valahogy úgy alakult, hogy így felhozza az életéből a történeteket, nem azért, mert annyira idős, hanem mert így alakult, és ilyen katonasztorikat, hogy majdnem meghalt, beteg volt, hogy bajtását hogyan ítélték el, ilyen kegyetlen sztorik, meg az is, hogy mennyire jó volt a fiatal korában, amikor segített valakin, Vagy az, hogy volt egy nő, aki ismert, és a halálos ágyán volt, és meghalt előtte, és elment, és vitt virágot a sírjára. Szóval így hallgattam az aput, és az volt bennem, hogy mennyire jó hallgatni az apukámat. Mennyire jó hallani ezeket a sztorikat, és hogy közelebb kell az ember, ugye? És így megnyugszik, hogy ilyen ember az apukám, hogy bízhatok benne, és nekem személyesen az apukám nagyon nagy példa sok dologban, a tisztességben, az emberségben,
az, hogy hogyan bánik az emberekkel. És valahogy Mózes is ebben van, hogy figyelj Isten, tök jó az a projekt, vinni a népet, hú, nem biztos, hogy ezt mondta mindig, de hogy nekem nem ez a fontos, hanem az, hogy te gyere. És én rád vagyok kíváncsi. Szóval Mózes egy függő ember volt, jó értelemben, függött az Isten jelenlététől, függött az Istennek a dicsőségétől, és megerősítése volt szüksége egy ilyen embernek az identitásában, hogy én hozzád tartozok, és te jössz velem, nem hagysz el. És arra is szüksége volt, hogy újra és újra jobban megismerje Istent, és hogy ebből megértse azt, hogy helyes úton jár-e. Van egy nagyon jó történet az életemben, hogy soha nem fogok elfelejteni. Ha kibírom sírás nélkül, akkor kemény vagyok. Egy kutyáról szól. Ez olyan szörnyű, én a kutyákon sírok. A kutyás megölik a kutyát a filmben, és sírok. Kész, ennyi. Az embereket ott mészárolják, az jó, hagyjál, popcorn. De a kutyák, az más. Volt egy kutyám, nem a mostani, az mostani is nagyon édes, de az előző kutyám egy Doberman, Argosnak hívták, és hát megbetegedett, valami baja volt, és mondta az orvos, hogy máshogy nem lehet kezdeni, ha csak elaltatjuk, mert úgyse fogja engedni. És hát jól mondtam, hát akkor altassák el. Én nem tudtam, ez mivel jár. Ott fogták a kutyát, és mondták, hogy hát délután 3-ra menjek érte, és el lehet vinni a kutyát, készen van a nagy szerviz, vagy nem tudom. És akkor bementem így az állatorvosi rendelőbe, és az olyan volt az ajtó, hogy volt egy üveg, ilyen ablak, és be lehetett látni. És olyan kíváncsi voltam, hogy mit csinálnak a kutyával. Már akkor nem csináltak vele semmit, hanem éppen felébresztették egy másik injekcióval. És tudjátok, hogy a kutyák, amikor felébrednek, akkor ilyen kicsit ilyen Ray Charles-osan ébrednek, hogy így lóbálják a fejüket, mert nem bírják megtartani, mert még az izmuk nincsen ébren, nincsenek teljesen maguknál, és így lóbálják a fejüket, és ugye a hátsó végtagjuk még béna, de az első végtagjukra így kinyomják magukat. És így benéztem, és mit csinál ez a kutya? Te jó világ, mit csináltak az állattal? És akkor később jöttem rá, hogy ez normális, és tudjátok, hogy mit tapasztaltam? Nagyon érdekes, hogy a kutya nem csinált semmit, csak ébredezett. Mentek az orvosok, mentek az emberek, jött egy kutya, jött egy macska, tehát ott nagyon sokan voltak, mert ez egy elég nagy állatorvosi rendelő volt, és tudjátok, hogy tapasztaltam, hogy életemben soha benyitottam az ajtón, és a kutya elkezdett vonyítani, nem szóltam, bocsánat, én úgy emlékszem, hogy szóltam, megéreztem az illatomat, vagy a szagomat, az érdekes, és hallotta a hangomat, és a kutya elkezdett vonyítani, és én még életemben nem láttam miért, az első két lábán kúszni felém. Ez valami hihetetlen volt. Ez valami hihetetlen volt. Nem azért, mert most annyira jó fej vagyok, mert néha meg is vertem, meg kellett, de hogy tök jó érzés volt az, hogy valakinek én ilyen fontos vagyok, és hogy valaki ennyire függ tőlem. És sokszor azt gondoljuk, hogy az nekünk kell, hogy hát gyermeki hitünk legyen, és akkor nekünk jobb lesz, és akkor majd sokkal jobban fogunk járni az Istennel, de meg lehet fordítani, hogy mit gondol az Isten, amikor így bízol benne, amikor ennyire függsz tőle, amikor ennyire akarod őt, és ennyire szeretnéd, hogy fontos legyen ő az életedbe, valami hasonlót élhetett át szerintem, mint én akkor ott a rendelőben. Hogy ennyire fontos vagyok? Hú, de jó. Szóval nagyon fontos ez, hogy a gyermekhitnek az egyik jellemző az, hogy függ a szülőtől teljes mértékben, és ez jó dolog. Nekünk is függni kell az Istentől teljes mértékben. Még két történet van, sokkal rövidebb lesz, csak belenézünk. A következő az a bizalomról szól, mégpedig bizalom az Isten hatalmában, és ez egy olyan fickóról szól, aki megint csak egy férfi. Lányok, bocsánat, hogy ilyen férfi példákat hozok, most nincs más, majd keressetek női példákat a Bibliában. De hogy ez is egy olyan fickó, ez egy újszövetségi sztori, ez egy pogány ember, egy római, és elég stresszes munkája van, katona Izrael területén. Az, aki ismeri a kortörténetet, ez egy elég stresszes munka volt. És ez az ember küzd egy problémával, vagy a barátja, vagy a bajtársa, vagy a szolgája, nem tudjuk, bénultan fekszik, és beteg, és nem tudnak vele mit csinálni, és utolsó elhatározásában ez a százados oda megy Jézushoz. Biztos, hogy hallott róla, és tudja, hogy gyógyít, és kéri azt, hogy gyógyítsa meg. Na most az érdekes sztori, felolvasom az egészet, mert nagyon rövid, aztán kérem ebből a két dolgot.
Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek, és meggyógyítom. Na most figyeljél, mert most jön, ami még nem volt Jézus életében soha. Na érdekes. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Nagyon érdekes dolgot mond most Jézus. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony mondom néktek, senképpen se találtam ilyen nagy hitet Izraelben. És a vége a sztorinak, azt mondja neki Jézus: menj el, és legyen a hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Na most ez egy érdekes dolog, két dolog. Az, hogy Jézus meglepődik valamin, vagy csodálkozik, az nekem mindig fura. Nem? Az Isten fia. Min lepődik meg? Hát minden tud. Biztos vagyok benne, hogy nem lepődött meg, tudta előre, hogy mi lesz. De azért csodálkozott el, hogy bemutassa az embereknek, hogy figyeljetek, ami itt most történt, az nem semmi. Erre figyeljetek el az emberre, mert ennek az embernek az életében van valami, ami követendő. Azt mondja Jézus, hogy bizony, mondom néktek, amikor azt mondja Jézus, hogy bizony, vagy bizony, az egy eléggé erős dolog. Általában akkor mondta, amikor valami nagy igazságot mondott, ami mindig érvényes, hogy az atyáról szólt, vagy magáról. Azt mondja: bizony, mondom néktek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet, Izraelben, egy pogány ember. Szóval ez egy nagyon érdekes történet abban a szempontból, hogy hogyan fölemeli ezt az ember. De miért? Azért, mert ennek az embernek annyira természetes volt Jézusnak a hatalma. Nem volt kérdés. Hát ő az Isten fia, nem? Hát akkor neki végtelen hatalma van. És nem tudom, mi volt Jézus fejében, biztos az volt, hát végre egy mókus ebbe az országba, aki felismeri azt, hogy én ki vagyok. Hát nem csak felismergeti, jó, hát igen, ő a messiás, és akkor megtette a csodát, na de meg tud minket szabadítani? Vagy értitek? Hát most nem tudom, hogy egy... Szóval mindegy, az ottani nép azért nem mindenki volt ennyire meggyőződve. És akkor jön egy ilyen pogány ember, aki egyébként egy tök kemény csávó volt, biztos, hogy egy ilyen köznépből származó ember, aki felküzdötte magát, hogy százados legyen, mert csak az volt a legmagasabb pozíció. És egy kemény fickó, aki oda megy, hogy gyermeki hittel, hogy fia, neked mindent lehet. Mint a gyerek az apjához, ugye? Van ez az óvodai dolog, hogy az én apukám felemeli az Opel Corzát, ugye? Ha nem, az enyém meg már felemeli a buszt is. A harmadik meg az anyukájamat, vagy nem tudom. Szóval értitek, hogy van ez a versengés, hogy az én apukám... És hogy ez a százados, ez egy ilyen gyerek volt, hogy ez a Jézus, ez mindent meg tud csinálni. Honnan tudom? Azért, mert azt mondja, hogy egyrészt, hogy nem vagyok méltó rád. Mindenki, aki körülvette Jézust, azt gondolták, hogy te nem vagy méltó ránk. Hát mi vagyunk az izraeliták, nem? Mi vagyunk az igaz Ábrahám gyermekei. Nem, ez az ember azt mondja, hogy én nem vagyok méltó rád. Pedig százados vagyok, és mi vezetjük az országot. És ha lecsapom a fejét bárkinek, nem lesz belőle bajom. De én nem vagyok méltó rád, Rabbi. Nem vagyok méltó rád, Jézus. Miért? Azért, mert neked olyan hatalmad van, ami nekem soha nem lesz. Nekem is van hatalmam, mert azért ez nem olyan. És azt mondja, hogy csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Nem is kell eljöjjél a hajlékomba. A fizikai határok fölött való hatalmad van. És Jézus megdicséri ezt az embert, és nem emberi hite van ennek az embernek. A második dolog, ami nagyon tetszik nekem, erre most jöttem rá, nem régen, amikor olvastam ezt a sztorit, hogy az ember nem gondolkodott klisékben. Hát Jézus hogyan gyógyított? Ugye, oda mentek az emberek, Jézus, szia, beteg az anyósom, bakker, meg kell gyógyítani. Mindegy. Szóval beteg valakim, gyere léci el, gyógyítsd meg. És mit csinált Jézus? Vagy ott helyben meggyógyított, elvitték, vagy elment, mint Péter anyósát elment, túr, meggyógyult, ugye? Vagy Jajus lánya, hogy feltámasztotta. De ez az ember azt mondja, hogy figyelj,
lehet, hogy eddig így történt, de azt mondom, neked el se kell jönni. És így Jézus, mi van? Eddig mindig kellett menni. Eddig mindig hoztak. Most már el se kell menni? És ez a hit, hogy nem klisé, hogy hát ha így csináltuk eddig, akkor ez lesz, ha a keresztények így csinálják, akkor biztos úgy jó, hogy az egyház ezt mondja. Nem. Én ezt hiszem rólad. És ez is azt mondja, hogy figyelj, legyen a te hited szerint. Kicsit kísértésem van azt mondja, hogy távgyógyításban volt ez a dolog, de ez csúnya lenne. De Jézus tényleg azt mondta, hogy jó, akkor meggyógyul a szolgád. És mi a vége? Meggyógyult a szolga. Na most van egy másik nagy gyerek a Bibliában, nagyon szeretem, Dávid. Van egy mondata, azt mondja, szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Hú, most nagyon nagy dolog következik. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Hú, ez kemény, nem? Nálad van az erő és a szeretet. Mit kezdjünk mi ezzel? Ez a legfontosabb dolgok egyike. Mert ez a százados felismerte az Isten hatalmát, de Dávid tovább megy, és azt mondja, hogy én nem csak azt ismerem fel, hogy te mekkora vagy, hanem azt, hogy mennyire szeretsz engem. Személyesen, és a te szereteted kontrollálja a te hatalmadat. És ilyen érdekes az, hogy mire van szüksége a gyereknek. Most az óvonők furcsán néznek szerintem rám, így most itt teszt alatt vagyok, mert a végén mondjátok el a véleményeteket, ismerek egy párat itt. Szóval, hogy mi kell a gyereknek, két dolog legalább, szerintem, laikus szerint, az, hogy tudja, hogy a szülei nagyobbak, erősebbek, okosabbak, és hogy szeretik őt. Ugye? Két dolog. Mint amit Dávid mond, itt vagy Uram, a nagy Isten, aki mindent tud, aki mindent megtehet, és te szeretsz engem. Mennyire könnyű az Isten előtt gyereknek lenni, nem? Dávid olyan gyerek volt, és mégis milyen stabil, határozott, kemény fickó vált belőle. Az utolsó történetről már csak még rövidebben. Fú, de kár, nem baj. Csak szóban mondom, mert nem fogom felolvasni. Van három srác a Bibliában, annyira jó fejek. Fura nevük van. Sadrák, Misák, Abegnégó. Hallottatok már róluk? Aki most van itt először, az, hogy valami kínai sztorit fogok itt mondani. Sadrák, Misák, Abednego, Izraelnek a országhoz tartoztak, fogságba vitték Izraelt, és akkor Nabukodonozor volt a király, ez egy ilyen eléggé nagy arc volt, eléggé szerette a fényűzést, az én birodalmam a legnagyobb, mindenki engem tiszteljen, ugye? És elvitték ezt a népet fogságba, és így be akarták olvasztani a babiloni nép közé, a babiloni kultúrába. Kiválasztottak olyan zsidó fiatalokat, akik ugye, jól néztek ki, okosak voltak, rátermettek voltak, és hát tanították őket, hogy majd ők is vezetők lesznek, és szépen lassan beilleszkednek a babiloni kultúrába, és szépen levágjuk a fejét ennek az izraeli nemzetségnek és az istenhitnek, szép lassan megosztjuk őket. És hát tudjuk azt, hogy ez a három srác ez nem így gondolkodott, ők nem mentek ebbe bele, habár ott voltak, tanultak, nagyon előre haladtak, de nem voltak hajlandóak belefolyni a babiloni kultúrába, úgyhogy feladják az Isten hitüket, és feladják azt, hogy ők az élő Istenhez tartoznak. De jött az életükbe egy pont, ami nagyon érdekes. És az Isten, úgy gondolom, ha elhozza ezt a pontot az életünkbe, az egyik legnagyobb kegyelmét gyakorolja fölöttünk. És ez pedig a krízis. A krízis. Amikor olyan helyzetbe kerülünk, amikor kiderül, hogy mi valóban az Isten gyermekei vagyunk-e, vagy valóban gyermekek vagyunk-e az Isten előtt. Azt mondja a Biblia, hogy a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája. Na most mire vágytak ezek a srácok? Biztos azt, hogy hát folytatjuk itt az Isten hitet, közben persze Babilonban vezetők leszünk, lecsordogál az életünk, de mi nem hagyjuk el az Urat, és igazából nincs ezzel semmi baj. De az Isten hozott egy próbát az életükbe. Ha elolvasod a 40. Zsoltárt, akkor az a Dávid életéről szól, amiben megpróbálta az Úr. Ennek alapján Kávin János azt mondja, hogy a hit legfőbb próbája a szenvedésben való hosszú tűrés. A te hited legnagyobb próbája az, hogy amikor szenvedsz, amikor krízisben vagy, hogyan reagálsz. Akkor leszel az, aki vagy. Nem az, amikor minden jól megy, amikor krízis van. Akkor látszik az, hogy Galambos András kicsoda, és hát higgyetek, ezt megláttam, nem volt valami szép. De
Nagyon jó, hogy látjuk. Na most honnan tudod, hogy krízisben vagy? Következő nagyon egyszerű a tesztje, ha két kérdést fölteszel a szituációban. Istenem, elhagytál? Elhagytál? Az első kérdés. Elhagytál engem? Szeretsz? A másik, Istenem, ez valami félreértés. Hibázol. Valamit nem jól csinálsz. Ugye? Nem szeretjük mi ezeket a helyzeteket. És ezek a srácok is ebbe esnek bele. Azért nem olvasom föl, mert hosszú lenne, sporoljunk az idővel. A lényeg az, hogy ez a király csináltatott egy ilyen őrült nagy aranyból szobrot, vagy nem tudjuk pontosan, hogy mi ez a Biblia szobornak írja, de valami olyasmit, egy monumentális dolgot, ami azt mondták, hogy hát ez Babilon jelképe, és mindenkinek le kell borulni Babilon jelképe előtt, mert én Nabukodonozor azt mondom, hogy ez a legnagyobb birodalom a világon. És ezt el kell, hogy ismerjétek. És persze mindenki leborul, félti az életét, mert aki nem borul le, egyébként ez egy ilyen kis kemence is volt, ugye, motiválta őket, hogyha nem borulsz le, akkor szépen bedobunk ebbe a kemencébe. És mindenki leborul, kivéve ez a három fiatal, plusz Dániel biztos, csak azért, hogy védjem őt, hogy nem borult le. Szóval, hogy ez a három srác nem volt hajlandó leborulni, és hát beköpték a babiloniak Nabukodonozornak. Hát figyelj, van itt három srác, aki nem akar leborulni. És akkor oda hivatja a Nabukodonozor őket, és hát mi az, hogy nem borultok le? Ez az én monumentális szobrom, le kell boruljatok, ha nem, akkor meghaltok, bedobunk. És azt mondja ez a három fiatal, hogy ó király, nem fogunk mi leborulni. Mert azt mondja, hogy ha nem borultok le, nincs az Isten, ugye beépült ez a mi mondásukban, nincs az Isten, aki megment benneteket, és azt mondják ezek a fiatalok a legnagyobb királynak, figyelj Nabukodonozor, nem kell nekünk semmit mondani erre, ez nem kérdés. Nekünk olyan Istenünk van, egyrészt van Istenünk, aki megmentsen, és meg is fog menteni, de ha nem tenné is, akkor se borulunk le, érted? A csávonak elborul az agya, vagy a királynak, és azt mondja, na jó, akkor dobjátok be. Bedobják a tűzbe, és tudjátok, hogy mi történik? Beesnek, ugye ez nem annyira érdekes, mert bedobnak valakit, akkor beesik a tűzbe, és megjelenik egy negyedik alak. És maga Nabukodonozor mondja, hogy hát figyeljetek, nem három szemét dobtunk be a tűzbe? Azt mondja, de király hármat. Hát mert én négyet látok, és a negyedik az valami istenféle. És nagyon érdekes, hogy igaz volt, amit mondtak ezek a srácok. Van Istenünk, aki megment minket. Nem a tűz előtt, nem akkor mielőtt bedobtak volna, már a tűzben. Van Istenünk. De ha nem tenné is, akkor sem borulok le, mert elfogadom az Istennek a döntését. De az Isten úgy döntött, hogy amikor beestek a tűzbe, akkor ő személyesen, angyalán keresztül, vagy ő, vagy Jézus, vitatkoznak, teljesen mindegy, maga az Isten jelenléte ott volt, és megvédte a tűzben őket. És kisétálnak a tűzből, és annyira érdekes a Biblia poénokat is rejt, hogy nem csak, hogy nem égtek meg, még füstszagúak se lettek. Érted? És akkor Nabukodonozor azt mondja, hogy hát azért ez nem semmi. Ilyet meg a YouTube-on sem láttam, érted? Óriási! Hát ezek az emberek tényleg az élő Isten szolgái, és hát a maga módján ugye evangélizál, mindenkinek le kell borulni a Sadrák, Misák, Abednégó Isten előtt, ugye azt csinálja, mint amit a saját szobrával, hát akkor, ebbe a korban ez elment. Szóval a lényeg az, hogy arra a kérdés, hogy Isten nem hibázik, biztos, hogy nagyon nehéz volt ezeknek a srácoknak, de eljutottak a fejükbe és a szívükbe addig, hogy nem hibázik Isten. Tehát ha nem hibázik, akkor mindegy. Akkor jöhet a tűz, tök mindegy. Majd az Isten gondoskodik. A második kérdésre is válaszoltak. Isten elhagyott minket? Eljutnak, nem rögtön, biztos, hogy küzdöttek, nem egy perc alatt történt ez az egész, míg oda jutottak, de eljutnak addig, hogy Isten nem hagy el. És ezért tudták ezt mondani. Nem szükséges bármit felelnünk, tök természetes, hogy van Istenünk. És a csoda a vége. Na most leírtam egy mondatot, saját magamnak igazából, de te is használd, ha tudod. A saját terveimnek a feladása, vagy az emberi reakciónak a félretétele, az Isten számára utat nyit arra, hogy csodát tegyen. Kisebbet vagy nagyobbat, de csodát. Amikor krízisben vagyok, és magam előtt tartom azt, hogy az Isten nem hibázik. Én ebben hiszek.
és lehet, hogy most rossz, és lehet, hogy most haldoklok, meg mindenféle bajom van, de az Isten nem hibázik, mert ő jó. És az Isten soha nem hagy el. Képletesen szólva, bele fogunk kerülni a tűzbe. Mindenkinek az a saját tűze a legforróbb, ugye? A más tűze, hát jó, hát rosszabbul jár, de most mi közöm hozzá? A saját tűzed, a saját problémád, a saját krízised, az a legnehezebb. És amikor benne vagy, akkor mondom neked, tudd meg, hogy ez nem véletlenül van. Az Isten nem hibázik. Soha nem csinál veled olyat, hogy te szenvedjél fölöslegesen. Valamiért történik. Azt nem tudom, hogy miért, ne kérdezz, nem vagyok Isten, majd ő megmondja neked. És a második az nagyon fontos, hogy ő soha, de soha, és soha nem hagy el. Ott van, melletted, a tűzbe. És ha kitartasz, akkor csoda fog történni. A legnagyobb csoda az, hogy változol. Higgyétek el nekem. Azok a nagy csodák, amikor itt a visszanőtt egy ember lába. Tök jó. Legyen így. A legnagyobb csoda, amikor az emberi szív változik. Amikor én, Galambos András, ez a fafejű béna változik. Ez a legnagyobb csoda. És nem csak az a csoda, hogy nem csak veled történik csoda, hanem amikor látják körülötted az emberek, akik hisznek vagy nem, hogy te nem égsz bele a krízisbe Istennel, mert ott van veled, és megment, és te bízol benne, és végigmész a próbán. Egyébként a Jelenések könyve végig Jézus arról beszél, aki győz. Ugye, aki győz, az láthatja meg, aki győz, az lesz ott. Ezt jelenti a győzelem, hogy úgy mész végig a kríziseken, hogy elhiszed, hogy az Isten nem hibázik, és hogy nem hagy el. Ők fel fogják ismerni az Istent ebből. Nabukodonozor felismerte, hát ha ez a király felismeri, akkor bárki, és evangélizált utána, hirdette az Isten nagyságát. Na most nem akarok többet beszélni erről, már így is többet beszéltem, amit kellett volna, viszont föl szeretnék olvasni egy pár kérdést, jó? Azért, mert összefoglalásképpen azt lehet mondani, hogy Isten arra biztat minket, hogy emlékezzünk vissza, hogy milyen gyereknek lenni. Legyünk gyerekek az Isten előtt. Ne veszítsük el a naivitásunk Isten előtt, a hitünket. Nem kell felnőttnek lenni, nem kell keménynek lenni az Isten előtt, nem kell saját terveket szövögetni, nem kell azt mondani, hogy én függetlenül megoldom, azt Isten ott az életemben, persze, de igazából független vagyok, mert ez azt sem, amit én akarok. Meg hát az Isten nem is olyan nagy, meg rajtam úgyse segít, engem úgyse szeret, egyébként se adta meg. Ez nem egy gyermeki gondolat, ez a felnőttek gondolata. A bűn miatt lettünk felnőttek, elszakadtunk Istentől, függetlenekké váltunk, nem bízunk benne, félünk, a krízisekben összeroppanunk, mert túlságosan felnőttek vagyunk, nem tudunk gyerekek lenni, nem tudunk gyereki hittel nézni az Istenre. Tehát az Isten azt kívánja, hogy gyerekek legyünk, nem gyerekeseknek kell lenni. Annyi sok gyerekes felnőtt van, tudjátok miért? A keresztények között. Mert felnőttek az Isten előtt, saját tervekkel. Gyerekesek kiválnak. Az igazán erős, stabil felnőttek az Isten előtt, Istenben azok, akik gyerekek tudnak lenni az Isten előtt. Felolvasok pár kérdést, csak azért, hogy kicsit ilyen gyakorlatilasabb legyen. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan válaszolsz magadban, nem kell hangosan, mert fura lenne. Tehát magadban hogyan válaszolsz ezekre a kérdésekre? Jól le tudod mérni, hogy te gyerek vagy-e? Egy kis teszt, jó? Én szeretem a teszteket, de jól le tudom mérni azt, hogy jól le tudod mérni, hogy te tényleg gyerek vagy-e? Hogyan olvasod az igét? Istent? Az apát keresed benne? Vagy ismereteket? Majd többet tudok, majd jobban fogok tanítani, ugye? Ez mégiscsak jó. Az apát keresed? A mennyei apádat? Hogyan telik egy napod? Bocsánat, ezt mind magamnak teszem föl legelőször. Én ezzel átmentem, nem egyszer, kétszer, és még át fogok menni százszor. Hogyan telik egy napod? Kérdezed őt dolgokról? Hogy tetszik neked, nem tetszik, mit csináljak, hogy csinálja? Segítesz, segítsél. Gondolsz rá, kommunikáltok. Imádkozol magadban, imádkozol gondolatokban, imádkozol egy másodpercet, imádkozol 10 másodpercet, van hosszú imádságod, kommunikálsz. Ha teszel, vagy szolgálsz, az miért van? Miért csinálod? Hogy elfogadjanak az emberek? Hogy
kísértésem az, hogy keresztény celeb legyél. Tudjátok, van ez a kategória. Vagy mert tudod, hogy apával lehet szolgálni. Együtt tehetjük, és ez a legjobb. Következő, hogyan teszed a jót, amikor teszed, vagy hogyan adakozol? Más is tudja? Vagy vannak az édesapáddal, mennyi édesapáddal közös titkaitok? Én jót tettem veled, de csak te tudod. Én ennyit adtam neki, de csak te tudod. Rengeteg élményem van ezzel kapcsolatban. Hogy olyan emberek, akik jót tettem, és nem tudták, hogyan viselkedtek velem. Nem baj. Az a lényeg, hogy ez Isten tudja. Mert az apa tudja. Gyerek akarok lenni előtte. A mi titkunk. Ha krízisben vagy, ki tudod-e mondani, nem az a lényeg, mi történik, hanem hogy kivel. A nehézségek ellenére bízol-e abban, hogy Isten nem ejt hibát, és soha nem hagy el. Na most a kérdés a végére, teljesen a végére, ez fog-e menni nektek? Fog-e menni nekem? Mert tök mindegy, hogy miről beszéltem ma. És tök mindegy, hogy mennyit értettél meg, ha ez nem fog működni az életedben, vagy az én életemben. Fog-e menni ez? Meg fog-e történni, amikor kimegyünk innen a következő héten? Ha mondjam el a választ, hogy nem fog menni. Nem fog menni. Nekünk nem fog menni. Pálnak van egy mondata, amit minden tanítás végre odaraknék. Nem rakom oda, mert unalmas, de most odaraktam. Azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez egyik legfontosabb mondat a Bibliában. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt lehet mondani, hogy Jézus volt a legnagyobb gyerek. Mindjárt elmagyarázom. Ő volt az, aki igazán mert az atya előtt gyerek lenni. Az Isten fia. Az, akinek minden hatalom a kezébe van. Ő volt a legnagyobb gyerek. Ő volt az igazi gyermeke az atyának. Nagyon érdekes, hogy az elején kezdtem, hogy azt mondja, hogy ha meg nem tértek, és önök nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyekországba, vagy nem láthatjátok meg az Isten országát. Jézus kéri ezt, de az igazság, hogy nem csak kéri, hanem ő is tölti be. Amit kér, ő fogja megcsinálni az életedbe. Ha hazamész, és azon gondolkodsz, hogy hogyan fogom ezt megcsinálni, hogy én gyermek legyek az Isten előtt, hogy bízzak benne, hogy ne féljek, hogy függjek tőle, ez nem fog menni. De ha kéred Jézust, hogy éljen benned, akkor ő ezt meg fogja csinálni benned, mert ő tudja a legjobban. Ő kéri, és ő is tölti be. Na hát, csak gondolatébresztésnek szerettem volna a mai estét. Nem tudok 45 percen belül beszélni, ezt gondolom már észrevettétek, elnézést. De remélem, hogy az Isten, ha csak egy mondatot, egy szót, az egészet, használta az életedbe, akkor hazamész, akkor imádkozzál. Vidd az Isten elé ezt a témát. Teszteld le magad, és kérjed, hogy ő úgy éljen benned, hogy Isten előtt gyermek tudjál maradni, hogy igazán erős, stabil és hiteles felnőttként tudjál élni az életedben Istennel. Szeretnék imádkozni a végén röviden, és elfelejtettem szólni, Vandi vagy, de szeretnék imádkozni, és nagyon remélem, hogy az Isten fog változtatni benneteket ebben, meg főleg engem. Istenem, hálás vagyok neked azért, hogy te ezt kéred, hogy legyünk gyermekek. Annyira szürreális, annyira abszurd az, hogy nem azt kérjed, hogy legyünk jó vezetők, vagy legyünk férfiak, vagy erős nők. Nem azt kérjed, Uram, hogy minél többet tudjunk, vagy minél nagyobb erőfeszítést tegyünk meg, hanem azt, hogy merjünk gyerekek lenni előtted, hogy őszintén bízzunk benned. Feltétel nélkül szeressünk. Hogy merjünk függni tőled. Ne a saját vágyainkat, saját terveinket, saját gondolatainkat vigyük véghez, hanem merjük átadni a lehetőséget neked, hogy ezt tőled vegyük el. Kérlek Istenem, áldj meg bennünket, hogy ilyenek legyünk. Amen.
közel a nap, mit vár a világ mindenség. Az igazság győz, a teremtés is megújul. Egy villanás, és meglátjuk őt felhőben. Visszatér a bőlegé. Kürt hangja zen, s is aki ővé feltámad. Öröki ég, a fájdalom nem többé. Halhatatlanságban öltözik. A harcnak vége, a halált elnyerte az élet. Elénk jön többé.
fájdalom díj, ezért az örök dicsőség. Elénk jön felhőben, csodáljuk színről színre, betörni könnyű fájdalom, nincs többé. Dicsőség ránk ragyog, hasonlóvá válunk hozzá, szint jelenlét velünk lesz örökké.
kegyelme, és őként úrán. Halleluja, bűneim lemosta már. Halleluja, kegyelme, és őként úrán. Halleluja, kegyelme, és őként úrán. Halleluja, bűneim, de mossa már, de mossa már. Ó, de mossa már. Az ezt folyton érzem én. Habár nincs semmi érdeme, ő mégis hol kezi. Halleluja! Halleluja, halleluja, kegyelme, és őként úrán. Halleluja, bűneim, lemosta már, lemosta már. Istenem, köszönöm azt, hogy te egy hatalmas apa vagy, egy hatalmas Atya, és halleluja, dicsőség legyen neked. Köszönöm azt, hogy amikor tudjuk azt, hogy te mellettünk vagy, akkor vagyunk igazán biztonságban, és nem az a lényeg, hogy mi hogyan irányítjuk az életünket, hanem az, hogy felismerjük azt, hogy te mellettünk vagy. Köszönöm, hogy jó vagy hozzánk, és te azt adod, ami a legjobb nekünk. Te tudod, hogy miért vagyunk ott, ahol most vagyunk. És kérlek, add nekünk ezt a gyermekétet, amiről ma hallottunk. Jézus nevében. Amen. 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 Hát ennyi volt a vasárnap este. Jövő héten egész estés dicsőítés lesz, ami úgy néz ki, hogy páran ide leülnek egy szál gitárral, és ilyen very, very unplugged lesz. Tehát hangosítás nélkül, és tényleg azok jók szoktak lenni. Ha szeretnétek a Stu-tól jegyet, nem jegyet, CD-t venni, akkor majd itt a színpad előtt meg fogjátok őt találni, és legyen áldott hetetek, és gyertek el jövő héten, mert az is nagyon jó lesz. Sziasztok!